És ugye mondtam, hogy vissza fogunk még térni a szilveszteri témához, méghozzá az utolsó témához. Kiszáradt a torkom, adj valamit inni. Na jó, akkor legyen ez. Szerintem ott lesz, aki tud nekünk segíteni nagyszerű ebben, de mindjárt kiderítjük. Horváth László a vendégünk. Szia! Én átjövök ide a másik oldalra, mert neked onnan szép a hajad. Ja, bocsánat, igen, a fonatom, mindig elfelejtem. Hát Laci már nagyon sokszor jött nekünk koktélokat készíteni, most is egy igazán szilveszterit fogsz nekünk bemutatni. Van fantázia neve ennek a koktélnak? Fantázia neve az nincs ennek a koktélnak, ugyanis mára egy olyan italt hoztam, ami a Világszövetség által elismert standard koktél. Gondolkoztam sokat, hogy szilveszterre vagy karácsonyra hozzak nektek italt, de úgy gondoltam, hogy ez mind a kettőre jó lehet. Egy otthon könnyen elkészíthető italt hoztam, mégis nagyon kellemes ízeket lehet kihozni belőle. Látom itt az alapanyagokat, egy dolgot nem látok, pezsgőt. Én azt hittem, hogy ez a szilveszternek elengedhetetlen alapanyaga, hogy pezsgő legyen. Hát igen, amikor megérkezünk a helyre, ahol fogunk szilveszterezni, vagy éjfélkor, de közben nem egész éjszaka pezsgőt fogyasztunk. Pedig nem nagyon szabad keverni a dolgokat, de talán kettő alapanyag az még elférne, akkor mesélj nekünk. De pezsgőből is lehet koktélokat készíteni. Természetesen. Én egyet ismerek is, ezt még annak idején a testvérem tanította nekem, aki dolgozott olyan helyen, ahol ezt készítik, a 25 vagy 50%-os baracklé pezsgővel keverve. Ez így a pezsi koktél. Egyébként nagyon finom és nagyon-nagyon hamar csap. A standard neve Bellini. Bellini. Na most már ezt is tudom. Jó, közben én elkezdeném az italt, jó? Egy nagyon egyszerű ital, egy kis menta van benne, cukorszirup, amit én barna cukorból készítettem, az ilyen színű, és egy amerikai viszkit kell beletenni. A neve az mint julep. Van egy kis sztori is hozzá, igazából maga a története az annyi lenne, hogy a származására több külön sztori van, úgyhogy ebben nem megyek annyira bele. Mert ki mit mond? Ugye valaki a rabszolgáknak mondja, hogy ők találták ki, valaki más mond. Inkább ami fix az, hogy Amerikában, Kentuckyban ugye vannak ezek a lóversenyek. Igen. Ez a Kentucky Derby. Na ebből az italból több ezret elfogyasztanak egy ilyen lóverseny hétvége alatt. Tehát ők általában Kentucky whiskyből is készítik, tehát most én egy kicsit másabb fajtát hoztam, Tennesseeből hoztam egy whiskyt, de ők erre esküsznek, hogy ez az ital, ez a legjobb. Közben már készítem. Fáj, hogy autóval jöttünk. Ugye? Ettől függetlenül azért legalább megnézhetjük, hogy hogyan készül, aztán ha ügyesek vagyunk, akkor otthon is elkészíthetjük. Sőt, mi lenne, hogyha nem csak megnéznénk, hanem mondjuk én megpróbálnám leutánozni azt, amit te csinálsz. Fog? Biztos, hogy nem, de Ditke annyit segít, hogy ezt megfogja nekem. Nagyon egyszerű, tényleg bárki otthon is ugyanúgy el tudja készíteni. Egy pici mentát, ugye egy kis maroknyi mentát, tehát nem számra mondom, hogy hány darab legyen. Még hozzátennék, hogy ilyen fémpohárban fogjuk készíteni, ugyanis ennek a julep nevű italnak tipikusan ilyen fémpohárban kell készülnie. Hogy fémpohár íze legyen. Oké, világos, csináljuk. Eredetileg így készült, és azóta így. Mentát egy picit így össze fogsz tapsolni a kezedben, és beledobod. Ezt a technikusunk nagyon fogja szeretni. Igen, és beledobod. Beledobtam. Jó, itt még olyan nagyon nagy dolog nem történt. Eddig jó vagyok. Megfogod ezt a kis mércét. Te azzal fogod mérni. Most már tudjuk, ő a mérték. Mérce, igen. Én ilyen kis kanál formával fogom, ugyanis ilyen evőkanál mennyiséget, vagy 2 centet úgy is mondhatom, te majd a 2 centes verziót fogod használni. Az ez, a kisebbik. Igen. Jó. És ebből fogok beletenni. Ez ugye a barna cukorból készített szirup. Így van. Ez ilyen otthon is elkészíthető, szintén kis cukor, víz, felforralom, lehűtöm, egyenlő arányban szokták általában megadni. Én ugyanezt, egy ide. Dolgot még hagyd tegyek hozzá. Na, hogy rosszul fogom. Mércét ide tett, így egy kicsit le, és majd így belefordítod. Jaj, hát persze, ezt a trükkök. Ezt viszont folyd is fejre, amikor töltesz. Teljesen. Tehát teljesen. Ja, hogy így, oké. Okay. Világos megértele. Nem, 3/4-ig még szólok majd, most jó. Szerinted látom, hogy hol a 3/4? Igen, és így belefordítod. Így. Nagyon jó! Picit remegett a kezem, de nagyon izgi. Kapsz egy kanalat. De jó. Ugyanis ilyenkor egy picit, veszek ilyet otthonra picit is. A mentának ezzel a részével egy picit átforgatjuk, jó? Uh-huh. Cukorszirupot, egy kicsit átvegye a pohár és az illatát. A mentát tömködni is kell közben? Nem kell, nem kell. Csak kavarjam. Nem szabad, mert nem tesz jót neki. Uh-huh. Egy pici jeget is teszünk már bele, mindenképpen ilyen törtjék vagy zúzott jégen. Még nem fogjuk beletenni, csak egy picit teszünk, ezt belerakom neked. Hát, köszönöm szépen. És erre fogjuk ráönteni majd a viszkit.
Ez mennyi ideig áll a hűtőben? Holnap akkor nem kocsival jövök. Hát ha a jeget nem tettük volna bele, mert ugye az fel fogja nagyon vizezni. Igazából azért kell mindenképpen zúzott jeget vagy tölgyjeget használni, mert ugye egy kicsit jobban olvadjon és egy kis jégvíz is menjen, mert amúgy nagyon tömény lenne, hogy csak alkohol van benne. Uh-huh. Először csak egy 2 cent mennyiségű viszkit fogunk hozzátenni. Azt már tudom, hogy mennyi. Igen. És azt is tudod, várjá, hogy kell beletölteni. Meg ezt elveszem. Várjál, így fogtam, ugye? Így van. Oké. Okay. Csak vízszintesen tartsd a mércét. Vízszintesen, igen. A mércét. Kicsit mellé is megy, de... Ilyenkor már mindegy, szilveszter. Szilveszter, vegyük úgy, hogy ezt... mérni, csak töltik bele, úgyhogy... Ezt nem most csinálom, tehát már kóstoltam egy pezsgőt mondjuk. Jó, teszünk hozzá még egy kis jeget. Tehát ilyen apródonként hozzá adagolunk jeget. Biszki illató a kezem. Ugye? Megállít a rendőr, mit mondok neki. Műsorfelvétel volt. Parancsol. Pontosan ugyanezt. Szintén jó. Egy kicsit átforgatjuk, jó? Már most ugye a menta át fogja venni, vagy menta íz át fog menni a viszkivel egy kicsit. Jó, és akkor most még 4 centet beleteszünk. Az a másik oldal lesz. Így van. Fú. Profi mixer leszek itt a műsor ugye? Végére. Ja, várjál. Mondjuk nekem oldal. Már megnyerte a tetszésemet onnan, hogy láttam, hogy menta kerül bele, mert én nagyon-nagyon szeretem, amikor egy italnak a menta egy ilyen igazán frissítő, mentolos jelleget kölcsönöz. És tulajdonképpen, ha jól tudom, akkor koktélokban ez majdhogy nem mindenhez társul. Igen, csak a vendégek nem mindenki szereti ugye a nagyon mentás dolgokat, tehát igazából meg kell beszélni a vendéggel, uh-huh. hogy milyen ízvilágot szeret, és úgy kell neki ajánlani italt. Nekem mondjuk a kedvencem a mojito, de nagyon sok mentával. Nagyon-nagyon sok mentával, határozottan hűsítőleg. Hát, látod, ha egy kis eszemnek volna, egy virgin mojitót rendelhettem volna, mert azzal még vezethetek, és tele lehet igen. mentával ugyanúgy. Utána hát nagyon... szépen megfokoltuk jéggel. Igen. Mint mondtam, egy picit a jégvíz is hozzátartozik ez italhoz, uh-huh. hogy ereszem bele egy kis jégvizet. Ezt mindig nagyon púposan meg szokták pakolni ezzel a kis tört jéggel. Gondolom, akkor már nem fogjuk kavargatni. Nem. Teszünk bele egy kis szívószálat. 2. 2, így van. Ugye meg tudja kóstolni egy kolléga is, vagy bárki. Teszünk bele egy kis mentát, ezt majd átruházom rád most egy kis pohárban. Hú, itt virág is van. Ez lesz a díszítésünk. Ugye mentát először is csak annyit csinálunk, hogy egy picit így meglengetjük felette. Így ezt, a menta illat ezt így. Benne legyen. Megfogod itt az alját, és egy kicsit így a poharat így körbe fogod vele. Mínusz egy jég. Beletesszük ide mellé, egy ilyen kis csokorban. Én az, na jó, oda teszem mellé. Igen. Egy picit ezt illem. Igen. Majd ugye ehető virágot teszünk rá egy kicsit díszítésnek, ide oldalra. Ugye ez nagyon közkedvelt díszítés mostanában. Uh-huh. Természetesen színben jó lenne egy kis odaillő. Meg a dekorációhoz, meg a sminkünkhöz, meg a ruhánkhoz így illő. Van. Ha egy picit a karácsonyra is gondolunk, ugye szoktak ilyen narancs, és ezt leteszem ide. Ilyen narancs és szegfűszeg illatot árasztani az italok, az ételek, ugye a forralt borra is gondolok. Igen. Én egy picit a narancs illatot próbálom még a tetejére permetezni. Jajaj. Egy kicsit. Ezt ismerem, ezt az eljárást. Én nem. Ha jól emlékszem, akkor igen, erre gondoltam. Igen, mert ugye ilyenkor a narancs héjában lévő illóanyagokat tulajdonképpen a tűz által felerősíted, és ugye mivel a jégen, illetve a virágokon a díszítésen megragad, ezáltal, hogyha fölemeljük a poharat, az első illat, ami meg fog csapni a mentán kívül, az a narancsé lesz. Így és van. Ráadásul az aroma is belekerül az italba. És egyből gondolunk az ünnepek szépségére. Igen, mert hogy most szilveszter van, de visszaemlékezünk a karácsonyra a narancsra. Még annyit hozzátennék ez italhoz, hogyha nem szívószállal fogyasztjuk, itt van egy ilyen kis eszközünk, ezt zsülepszűrőnek hívják. Tipikusan ez italhoz találták ki, ugyanis ha nincs szívószál, akkor ezzel lefogja az ember, és így fogja elfogyasztani az italt. Hmm. Tehát minden embernek adnak, aki ilyet fogyaszt. Na, legalábbis hát egyet ezt a narancs égetést, ezt én már most nem fogom megpróbálni, mert félek, hogy legyújtom a díszletet, de Lacinak adunk egy ilyen szép szilveszteri dekorációt. Én is készültem neki egyel egyébként, úgyhogy akkor most már kapsz 2-t, tessék, parancsolj. Na, akkor most már teljes a hangulat. Kedves nézőink, ennyi fért 2018-ba és a weekendbe, de megígérjük, hogy jövünk 2019-ben is, hasonlóan
színes és izgalmas témákkal. Várjuk Önöket akkor is, ha az összes adásunkban tartsanak velünk mindig. Köszönjük szépen, hogy egész évben velünk voltak. Boldog új évet! Boldog új évet! Boldog új évet!